A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Nagybecsben tartja Hugonai Vilma, az első magyar orvosnő személyét. Az 1800-as években, ha karrierre vágytak a hölgyek, akkor igencsak nehéz dolguk volt. A grófi családból származó Hugonai lány 18 évesen ment férjhez, majd a családjában tapasztalt súlyos betegségeknek és tudományos érdeklődésének köszönhetően elhatározta, hogy orvos lesz. Az angol kisasszonyok után hosszú útra készült. 69-ben szerzett tudomást arról, hogy a Zürich Egyetem női hallgatókat is fölvesz. Ekkor jelezte a férjének, hogy ó, milyen boldogok ők, hogy tanulhatnak. És akkor a férje azt mondta, hogy ha olyan boldogság a tanulás, menjen, nem ellenzem. És akkor kezet rámondta a Vilma, összecsomagolt még aznap, az édesapjától is engedélyt kért, mert ugye engedélyt kellett kérnie ahhoz, hogy elmenjen tanulni, és így ment ki Zürichbe 1872-ben. 1877-ben fejezte be tanulmányait, majd a gyakorló év után megírta doktori disszertációját. 79. februárjában jött haza Magyarországra, és mivel jelezték neki, hogy a diplomájának a honosítása, a nosztrifikálása, az nem fog olyan egyszerűen menni, ugyanis ahhoz, hogy egy diplomát jóvá hagyjanak, honosítsanak, ahhoz itt kellett volna érettségi vizsgát tenni. Most abban az időben a nők érettségi vizsgát nem tehettek. A Zürichi Egyetem őt fölvette úgy, hogy nem volt érettségi vizsgája, viszont volt doktori diplomája. Azt javasolták neki, hogy addig végezzel a szülésznői gyakorlat, tanfolyamot, szülésznőként legálisan gyógyíthat. Ezt is elvégezte, majd hallgatója lett a Pesti Egyetemnek. Az akkori politikusok azonban nem szerették volna, hogy megszállják az egyetemeket a magyar nők. Végül nagy harcok árán, de Hugonai Vilma itthon is megkaphatta orvosi diplomáját. A változás szelét a politikai viszonyok mellett az ő írásai felvilágosító előadásai is hozták. Nagy lökést az 1870-es, 80-as évek adnak Magyarországon ennek a folyamatnak, amikor Bosznia-Hercegovina annexiója után a muzulmán lakosság többségben van, azokhoz pedig csak nők nyúlhatnak, és így tulajdonképpen ez a politikai fordulat megnöveli az orvosnők számát, és ebben az időszakban van az, hogy az orvos szakma vezető lapja, az Orvosi Heti Lap egy komplett kérdést intéz az olvasókhoz, hogy legyenek-e tulajdonképpen orvosnők a pályán, alkalmasak-e az orvosnők erre a hivatásra. Ez a szám azonban még Hugonai Vilma halálának évében, 1922-ben is alig érte el a 200-at.